Lassan 11 hónapja folyik az ukrajnai háború, ami meghatározza a mi hétköznapjainkat is. Szakértők szerint tavasszal kezdődhet újabb nagy katonai offenzíva, de Bakhmut környékén jelenleg is véres harcok zajlanak, és folytatódnak az orosz légitámadások is. Ki áll nyerésre, ki miben reménykedhet, mennyire viselik meg az orosz felet a szankciók, mekkora támogatásra van szüksége Ukrajnának, különböző vélemények az asztal két felén. Ön melyik oldalra ülne? Ez itt a csat. Jó estét kívánok! Négy vendég és egy nagyon-nagyon fajsúlyos téma, ami mindannyiunkat foglalkoztat most már lassan 11 hónapja, az ukrajnai háború. Bemutatom a vendégeket. Benderzsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Teljesen észrevétlen maradt az elmúlt napokban az a hír, hogy az orosz költségvetési deficit a modern orosz állam létezése óta második legmagasabb lett 2022-ben, és elérte a 47 milliárd dollárt. Ettől függetlenül orosz gazdasági összeomlást nem látunk, nem is fogunk. Ez egy lassú elvérzés lesz. Stier Gábor, a moszkvater.com alapító főszerkesztője. A vágyvezérelt média nagy része tényként közli a manipulatív céllal készült ukrán propaganda jelentéseket. Ide jutott az európai sajtó. Az egykori Szovjetunió stílusában morális felsőbbrendűséggel megspékelve adja elő a történteket. A háborúnak akkor lesz vége, ha valamelyik fél győz, vagy győzelemként eladható helyzetbe kerül, vagy mindkét fél kimerül és patthelyzet alakul ki. E verziók egyikét sem látni. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A legtöbb szakértő azt mondja, hogy lényegében szinte csak az időjárás függvénye, hogy a tavaszi orosz támadás mennyire lesz sikeres, vagy mennyire fullad kudarcba. És ennek a függvénye lesz az, hogy elindulnak-e a tényleges, valódi tűzszüneti tárgyalások, mert eddig igazából egyik fél sem akarta igazán. Nógrádi György, biztonságpolitikai elemző. Ez egy rendkívül mocskos háború, ahol a két fél között igazán különbség gonoszságban, embertelenségben, nemzetközi jog betartásában nincs. Megszólalt a gong, jön az első menet, és szerintem ez egy igen magas labda. Hogy nincs különbség a két fél között? Azért az eredendő bűn mégiscsak az egyik oldalhoz köthető. Melyikhez? Nem Oroszországhoz? Azzal, hogy elindított attól függ, ezt hogy a honnan indítom. Elnézést, van egy francia politikus, aki azt mondta, hogy a hazárulás dátum kérdése. Ha én a történelmet februárral indítom, akkor a háborút a oroszok kezdték, ezt senki nem vitatja. De egy pár hónapot visszamegyek, akkor azt látom, hogy folyamatos ukrán provokáció volt, oroszokat legyilkoltak, oroszokra házat gyújtottak rá. Tudom, hogy más lesz a véleményünk. Oké. De hát azért egyszer tisztázzuk bárkivel. Vállalom. Tehát annyit látni kell, hogy ezt a háborút a ukránok kiprovokálták, és amit elhangzott, rendkívül nehéz megmondani, ezt a háború mikor fog véget érni, és ki nyeri meg, következő. Sőt, tehát ezek alapján azt is nehéz megmondani, mikor kezdődött. Hát attól függ, hogy mi a definíció, de azt is nehéz megmondani, hogy kinek az érdeke. Itt ma egyértelmű amerikai érdek van, hogy ezt folytatódjék, Európa teret veszít, tudom, mindjárt jönnek a válaszok. Kína teret nyer, Oroszország teret veszít, nem akkorát, mint Európa mond. És most hozzuk a 10. szankciós csomagot három ország kezdeményezésére, ebből az egyik Ukrajna még nincs is benne az EU-ba. És jelezni szeretném, hogy Ukrajna a világ egyik legkorruptabb állama, zárója Oroszország a másik. Tehát azért egyet tisztázunk, ami Ukrajnában ma történik, egy hétig nem tudnak fönnmaradni nyugati támogatás nélkül. Mi volt a orosz álláspont? Hogy abban a percben most a két választást, félidős választást megnyerik a republikánusok, azonnal béke lesz. Egyiket nyerték meg éppen hogy, tehát nem mit mondanak oroszok. Két év múlva az amerikai elnökválasztás után republikánus elnök lesz és béke. Hú, már annyi mindent mondott. Utolsó megjegyzés, rendben van. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy két év múlva republikánus győzelem lesz, és a háború kimenetele jelenleg nagyon nehéz megjósolni. Most a másik oldalról akkor mégiscsak választ várok, hogy jól tudjuk-e, hogy 2022. február 24-én indult a háború? Nem, ez a háború 14-ben indult.
2014-ben, amikor Oroszország, hát orosz álláspont szerint, ugye a Krim lakossága felkelt, majd addig rimánkodtak szegény Putyinnak, amíg nagykegyesen magához csatolta a Krimet. Nyilván az egy orosz különleges katonai művelet volt. Hozzá kell tenni, tankönyvbe illő módon, lényegen puskalövés nélkül az oroszok megszerzik a Krimet, majd jön egy második forduló, ugye Kelet-Ukrajnában ugyanazok az orosz különleges műveleti erők kirobbantanak egy úgymond népfelkelést, ahol az orosz haderő beavatkozását követően kialakul egy elhúzódó konfliktus. Az lényegében 15-től fogva ilyen alacsony intenzitású konfliktussá alakul át. De ez a háború, ez 14 óta tart. A mostani része 22. február 24-től újra visszament magas intenzitásúvá, már lehetett látni az előzményekben, tehát azok a információk, hogy heti egy-két halott volt mind a két oldalon, gyakorlatilag éveken keresztül, az fölment napi 1-2-3-4-re mind a két oldalon, tehát fokozódó intenzitású eszkaláció zajlott mind a két oldalról. Nyilvánvaló módon, ha Oroszország mondjuk úgy merőnvédelemből támadt volna, akkor nem kezdte volna el már augusztus, sőt már 2021. júniusában összevonni hadgyakorlat címszóval azokat az erőket, amivel megindította az ukrán elleni támadást. A háború kérdésében már látom, igen, a kiindulást illetően sincsen egyetértés, de akkor én még egyszer felhoznám Nógrádi György idézetét, hogy gonoszságban, embertelenségben, nemzetközi jog betartásában nincs különbség. Ebben van egyetértés? Nincs. Nincs. Ugye az egyik, van egy agresszor, aki a katonai cselekmények mellett ugye civil lakosságot támadja, tehát minden nap vannak támadások, ugye ukrán civil infrastruktúrával szemben minden nap civil lakosok halnak meg, ugye Oroszországban ez nincs meg, tehát Oroszországot senki nem támadja, Oroszországban a civilek nem halnak meg nap mint nap, ugye itt több tízezer. Hogy hol határozzuk meg az orosz állam határait? Mert hogyha a népszavazás mondjuk után... Tartsuk a nemzetközi joghoz, és ugye a nemzetközi közösség nem ismeri el az Oroszország által annak tehát területeket. Azt is hozzá kell tenni, hogy bár az orosz álláspont szerint van jelentős, sőt, ugye némely médiában is elhangzik, hogy bizonyos területeken ugye a többségben lévő orosz lakosság volt. Ez nem így van, itt összemossák az orosz nyelvhasználatot ugye az etnikai lakossága, az orosz etnikai lakosság, hogyha a Krím-félszigetet nem számítjuk, ott valóban többségben volt az orosz lakosság, de ugye Ukrajna keleti területein a legmagasabb arány 31%-os volt Luhanszki-Donyecki területeken, egyébként pedig átlagban 17%-nyi orosz kisebbség él. De ugye semmi nem jogosítja fel az orosz államot, hogy bármilyen atrocitások is érték, és egyébként beszélhetünk bizonyos atrocitásokról, amelyek ugye az orosz lakosságot érték, közel sem olyan módon is mértékben, mint azt az orosz sajtó beállítja, de ehhez ugye megvannak a nemzetközi struktúrák, megvan ez az adott államnak a felelőssége, hogy ezeket az atrocitásokat kivizsgálja, és megbüntesse bűnösöket. Hogyha történik valami, nem tudom, Romániában, nem akarok nagyon közeli példákat mondani, de senki semmi nem jogosítja fel, hogy egy másik ország bevonuljon abba az államba, és rendet tegyen. És ugye ez történik, tehát miközben minden nap több, tehát ugye háború kirobbanása óta több tízezer halott civilről beszélünk Ukrajnában. Ez ugye a másik oldalon nincs meg, tehát nem beszélhetünk reciprocitás elvéről, mert egyszerűen a viszonyok egyáltalán nem olyanok. Az, hogy egyébként az ukrán hadsereg a másik fél hadseregével szemben mit követett el, voltak bűncselekmények, ezeket ki kell vizsgálni majd, ha lezárul a háború. De az, hogy az orosz hadsereg mit művel a civil lakossága, miért lő, ugye legismertebb ugye napokban történt a szombaton, hogy a dnyiprói lakóházat ért rakétatalálat, ugye eddig 40 halottról beszélünk, ez egy tisztán civilek ellen elkövetett támadás. Stier Gábornak van egy idézete, ugye ezt láthatták, fel is olvastam, amiben szintén a moralitásról beszél, hogy az egykori Szovjetunió stílusában morális felsőbbrendűséggel spékeli meg a nyugati sajtó a híreket, hogy ön szerint az ukrán propagandát, de hogy ez a felsőbbrendűség erkölcsi értelemben az innen származik, hogy úgy érzi nyilván Európa és az Európai Unió, hogy a jó mellé állt, az erkölcsileg elfogadható mellé állt. Ez vitatható?
Én tökéletesen megértem ezt emberi szempontból. Tehát azt hiszem, hogy az nincs vita közöttünk, hogy a háború csúnya dolog, nagyon mocskos dolog. Tehát ezzel nem vitatkozunk. Azon se vitatkozunk, hogy február 24-én ki támadta meg a másikat. Tehát melyik ország a másikat. Nemzetközi jogi szempontból. Vitatkozik Nógrádi Györggyel egy picit tekintetben, ugye? Nem, ugyanazt mondtuk. Tehát, hogy február 24-én... Na jó, de nem ott kezdődött a háború Nógrádi György szerint. Én szerintem is sokkal régebbről le kell visszamenni, tehát, de konkrétan... Ukrán provokációkig. Nem, én ezt nem mondtam. Tehát, hogy... Nógrádi György mondta. Én azt mondom, hogy... Mindjárt válaszolok. Hogy az ukrán kérdést egyrészt le kell rendezni. Tehát ez egy a levegőben volt lényegében 30 éve. Tehát a függ... 200. Vagy 200 éve. Jó, most én nem akarok visszamenni a történelembe, de ennek valamilyen végkifeletének kellett lenni. Tehát abban, hogy idáig fajultak a dolgok, hogy leegyszerűsítsük az egészet, igen, felelőssége van Oroszországnak. Oroszországnak biztonsági szempontból támadott, tehát ezeket a szempontokat szem előtt tartva, és egyértelmű volt az is, hogy voltak ebben a támadásban birodalmi szándékok is. Ugyanakkor azt le kell szögezni, hogy ezt a háborút Oroszország indított el, ezt a szakaszát Oroszország indított el, hogyha széles értelemben veszük az egészet. Ugyanakkor az Egyesült Államok, itt lehet vitatkozni, hogy jégre futtatta Oroszországot, de legalábbis nem tett meg semmit azért, hogy ne fajuljanak idáig a dolgok. Ugye emlékezzünk arra, hogy decemberben volt egy 15 pontból álló javaslat az európai biztonságról, legalábbis tárgyalni kellett volna. És hozzáteszem azt is, hogy Ukrajna sem, nem felelősségre vonom ezzel, de Ukrajna sem tett meg mindent, hogy elkerülje a háborút. Tehát nagyon bonyolult az a kérdés, arra a kérdésre adott válasz, hogy mi vezetett idáig. Azt nem vitatjuk, hogy Oroszország támadott, egyébként hozzáteszem, nem háborút akart, nem ilyen elhúzódó, kibontakozó háborút, puccsot akart. Hát az azért látható volt, hogy nem sok játszmát akar. Tehát az elejét. De nem is ilyen háborút, tehát az egyértelmű, az elmúlt 11 hónapnak a történéseiből látszik, hogy Oroszország folyamatosan újra tervez, mert az első időszakban puccsot akart, úgy akart el, véleményem szerint eltakarítani az ukrán rezsimet, az ukrán rendszert, és ez nem sikerült, jött a B, majd a C, majd a D verzió. Tehát itt a civil, egy-két mondatra hadd reagáljak, csak nagyon röviden. Most csak egy gyors megjegyzés, hogy abban az általad említett december 15-i dokumentumban az is szerepelt, hogy a NATO vonuljon vissza 1997-es határai mögé, vagyis ugye Magyarország is mondja vissza a NATO-s. Tudtam, hogy ez fog jönni. Feldobtad a labdát. Így van. Ez tárgyalási alap. Te senki nem gondolhatja komolyan, hogy a NATO-nak vissza kell vonulni, nem az volt, hanem a fegyverzetet, tehát az orosz határok közeléből a fegyverzetet vonja vissza. És nem is azt, hogy ez nem Magyarországra, meg nem a közép-európai országokra vonatkozott, hanem arra, hogy lényegében a NATO katonai infrastruktúrája NATO-tagság nélkül már az orosz határoknál volt Ukrajnában. Tehát, Ukrajnában és a másikból... milyen NATO-bázis volt? Mert ez annyiszor felvetődik, hogy a NATO... Nem voltak NATO-egységek Ukrajnában. Nem azt mondtam, hogy NATO-egységek voltak, se nem azt, hogy bázisok voltak, közeledett folyamatosan Ott volt Ukrajnában a NATO. Közeledett Ukrajnához, ott voltak egyébként a kiképzők, hogyha már itt erről beszélünk. Hogyan lettek volna? Az ország készült. Persze, az ország készült, mindenki tudta, hogy tavaly előtt augusztus óta az amerikaiak, a felderítők, mindenki mondta, hogy ilyen volumenű orosz erőkoncentráció támadással való fenyegetést, vagy ad abszurdum, háborúval fenyeget. Mit csinált volna Ukrajna? Tegye fel a kezét, hogy légy szíves, foglalja. Erről szó sincs, ugyanakkor a kérdésre válaszoltam, hogy igenis voltak ott, nem NATO színek, de kétoldalú színekben, és még egy dolog, hogy véleményem szerint, mások is osztják ezt, nem mindenki, de amennyiben, tehát mindenképpen a Donbaszban egyfajta háborút, azt be lehetett kódolni, hogy lesz. Azt nem, hogy egész Ukrajnában. Tehát ha Oroszország a Donbaszban nem vonul be, akkor véleményem szerint maximum 2 év múlva, de lehet, hogy hónapokon belül Ukrajna támadott volna. Tehát a háború a Donbaszban nem az egér nekiugrik a macskának. Donbaszban. Igen, hát most itt, amiről eddig beszéltünk, az a háború kirobbanása. Szerintem itt most az erkölcsi felelősségről teljesen más a két oldal véleménye, ezt meg lehetett állapítani. Ki kinek hisz.
kinek a szívéhez melyik álláspont áll közelebb, de lépjünk egyet, és nézzük meg, hogy mi van ma. Szoledár és Bakhmut környékére koncentrálódik jelen pillanatban a legsúlyosabb, legvéresebb csata, legkomolyabb harcok. Ugyanakkor hát itt szóba került, hogy Oroszország, Fehér Oroszországban már akkor is gyakorlatozott, és most ugyanez zajlik. Elkezdődött megint előről valami, amiből azt gyanítják az emberek, vagy Ukrajnában legalábbis felmerülhet, hogy esetleg ugyanaz a szándék. Mire kell koncentrálni, mire koncentrál Oroszország, mi az igazi szándéka, és mi Ukrajna igazi szándéka? Jó, akkor néhány megjegyzés. Nekem rendkívül fura az, hogy ma néhány ország ontja a fegyvert Ukrajnának. Ez a NATO egy része. Ha valaki megnézi az elmúlt 24 órát, akkor a ukrán védelmi miniszter bejelentette, hogy ők de facto a NATO tagjai. Ha megnézem az utolsó 48 órát, akkor Annalena Baerbock német külügyminiszter bejelentette, hogy zárják ki az EBS-ből Oroszországot. A EBS vezetője egy német diplomata. Egyébként azt hozzátették ez a nyilatkozathoz, hogy de jure nem tagja a NATO-nak Ukrajna. Persze, hogy hozzátették, hát de jure persze, hogy nem tagja, hát ez egyértelmű. De facto jelen pillanatban úgy néz ki, mintha az lenne. A védelmi miniszter mondta. Következő megjegyzés. Mit csinált a Baerbock? Kettő napja leült Afrikai Unió vezetőjével, akik előtte Szocsiba Putyinnal tárgyaltak, és elmondta azt, hogy az Afrikai Unió foglaljon állást a orosz-ukrán háborúba Oroszország ellen. Hihetetlen érdekes. Én naponta órákon át ezt olvasom. A harmadik világ jelentős része ma nem hajlandó ebbe belemenni, és nem hajlandó az USA mellé állni. Tehát ezek nagyon összetett dolgok. Következő, azért mondjuk el, hogy ami Ukrajnában történik, az a korrupció legmagasabb szinten. Amit a Zelenszkij mond, lehet válaszolni utána, hogy Ukrajnában már nincs korrupció, én ezt a hét vicceként fogom föl, mert ez vicc. Tehát máshogy fogalmazva itt... Amit arra gondoltam, hogy most a hadihelyzetről beszéljünk, a hadihelyzet pedig az, hogy szemben áll egymással két fél, egyik sem tud eddig egy stratégiai áttörést csinálni, nyilván mind a kettőnek megvannak a tartalékai, és ömlik a fegyver Ukrajnának. Egyrészt, hogy egy gyors megjegyzés, hogyha megnézzük, hogy kik támogatják Ukrajnát, 52 országról beszélünk, akik nyilvánosan is ugye fegyverrel, pénzzel támogatják az országot. Még a másik oldalon hiába lehet beszélni arról, hogy nem foglalnak állás, hogy nem akarnak az Egyesült Államok oldalára állni, de melyik ország az, amely támogatja Oroszországot? Kettő országot, vagy lehet, hogy hármat találunk. Ugye Belarus, Szíria, amely ugye el van kötelezve, mind a kettő el van kötelezve Oroszország irányába, és Észak-Korea, és részben Irán, amely ugye a fegyverek egy részét megadta Oroszországnak. Hát a balisztikus rakétákat ugye nem küldték el. Más ilyen országot, amely... Az ENSZ-ben még Eritrea is odaszavaz az oroszok mellé, ami egy nagyon komoly nyereség. Kína? Semleges. Kína milyen támogatást nyújtott eddig Oroszországnak? India milyen támogatást? Azt, hogy megveszik az orosz olajat. És hát tovább szállítja ez egy üzleti érdek. Felér. Közben tehát pedig Kína dízelgenerátorokat küldött Ukrajnának. Ez most akkor milyen támogatás? Oroszországnak milyen támogatást küldtek? Van egy közös orosz-kínai határ, ahol soha nem fogjuk tudni, hogy mi megy át, mert ezt lehetetlen ellenőrizni, és mivel az Egyesült Államok körülbelül 3 hete kioszta, hogy a fő ellenségét úgy hívják, hogy Kínai Népköztársaság, ezzel a lapokat leosztotta. Azt gondolom, hogy bármilyen kínai fegyver kerülne a fronton, akkor arról tudnánk. De ha csípeket küldenek át, és sok egyebet, az nem fog a fronton előjönni. Pont. Ezt nem tudjuk biztosan, ha egyszer lesz erről hír, akkor biztosan beszámolunk róla. Előtte, hogy vonják felelősségre, akik törvénytelenséget követnek el, egy megjegyzésem, hogy jelenleg kb. 30 országban folynak a háborúk. Mi mindig az orosz-ukrán háborúról vitázunk, ami teljesen logikus, mert Európa szívébe, stb. De azért még van 29 egyéb háború. Álljunk egy pillanatra, a tüzérségi aktivitás, mondjuk a háborúnak az intenzitása, másik világháború óta nem volt még olyan háború, amely ilyen intenzitással zajlott volna a világon bárhol gyakorlatilag. A válasz az, hogy volt egy vietnámi háború, volt egy jugoszláv polgárháború. Áldozatokban igen, de a harcok intenzitásában közel sem. Tehát a bevetett erők méretét, nehéz mivel technikát, stb. Globális hatalom harcol, a három globálisból egy.
Az én jelezni szeretném, hogy két német négycsillagos tábornok azt mondta az elmúlt napokban, Kuját, rögtön mondom a másikat, Domröze, akik azt mondták, hogy egy atomhatalmat nem lehet legyőzni. Tehát mi beszélhetünk bármiről, de itt Oroszországot legyőzni nem lehet. Azt hiszem, senki nem akarja legyőzni. Hát a Stoltenberg egyértelműen közölte. Nem erről volt. Azt mondták, hogy ne hagyjuk nyerni az oroszokat. Senki nem akar orosz területeket elfoglalni, bármit mondjan is az orosz kommunikáció. Tehát senki nem gondolhatja komolyan, hogy majd Ukrajna egy ellentámadás eljut Moszkváig. De abszurdum. A Kuleba ezt kijelentette. Én hallottam a német tévében. Az, hogy mit mond egy politikus, azt el lehet engedni. De ukrán külügyminiszter. Okos dolgokat bármelyik politikus tudja mondani, a realitás egész már. A kérdésére visszatérünk. Most már ne térjünk vissza, hanem hogyha itt tartunk, akkor beszéljünk arról, hogyha Nógrádi úr teljesen elvitte más irányba az adást, hogy, amit külön köszönök, de azért én vissza fogok térni a saját nyomsávomba, hogyha megengedik később, de hogy akkor mit jelentenek ezek a fegyverek, amiket most a nyugat beígér? Ugye most már Franciaországból harckocsikat, AMX-10RC felderítő, igen, amely felderítő járművek, de mégiscsak egy új szintje talán hát az eddigi fegyverekhez képest. A Leopard 2-esek, meg a Brit Challenger 2-esek, ha és amennyiben megérkeznek, az megint az lesz egy picit más szint, mert nagyon kevés olyan harckocsi van orosz oldalon, ami ezekkel egyenértékű lehet. A T-14 armata akár jobb is lehet, csak a T-14 armata az pont olyan, mint a német csodafegyver a második világháborúban, hogy majd, ha egyszer bevetjük, nincs. Tehát prototípus gyűjtemény van belőle, nem tudunk arra, hogy nagyon mennyiség bevetésre alkalmas lenne. Vannak olyan orosz páncéltör rakéták, amik ezeket ki tudják lőni, nem is kevés, de ugyanakkor itt egy pici mennyiségi fölény még mindig van az oroszok oldalán, messze nem annyi, mint a háború kezdetén, mert nagyon hamar kiderült ebbe a háborúba, hogy egy 20 ezer dolláros páncéltő rakétával egy 2 millió dolláros harckocsit relatíve könnyen ki lehet lőni, pláne orosz. Nem azért, mert az oroszok rossz minőségi fegyvert csináltak, csak nem erre készültek. Tehát felülről nincs páncélzatuk. Egy régebbi generáció eszközei, az összes új NATO eszköz felülről lefelé robban. És egyszerűen átolvasztja az orosz harckocsik páncélzatát, és erre ilyen sufnitunk megoldások vannak, ilyen esztergált, meg egyéb ilyen szerkezetek, ami ugye előbb megfogja a robbanó erőt. Ennek ellenére iszonyatosan nagyok az orosz veszteségek, de még mindig mennyiségi fölényben vannak. Ez a néhány eszköz... Nem kicsi, hanem nagy mennyiségi fölényben vannak. Nem tudjuk, hogy tehát mennyi bevethető. Tehát akkor, amikor valamelyik oldalon Oroszország áll jobban, akkor nem tudjuk, hogy mi van. Akkor, amikor Ukrajna valamit tesz, akkor mindent tudunk. Tehát nem ez, tudjuk, azt sem, de az orosz készletek én többségéről... Hallgatlak benneteket, és az a benyomásom, hogy valahol már Vladivostoknál vannak. Nem. De azt mondom meg, hogy miért áll jobban az orosz oldal, amikor 8 hónap után elfoglaltak egy újabb várost, azóta ugye gyakorlatilag 8 hónapon keresztül nem volt semmilyen orosz eredmény, ami most lett egy 10 000 fős város, és ehhez az kellett, hogy 300 ezer embert mobilizáljanak, hadd felkészítsék, hadrendbe fogják ezek az emberek, hogy ott vannak már a fronton. Még nincsenek ott a 300 ezer. Maga Putyin azt mondta, hogy több mint 200 ezeren már a, ugye az ukrán területeken, tehát ugye nem ezt mondta, hanem az annak területeken vannak. Azt mondta, hogy több mint 200 ezer ember ott van. Tehát az ugye előre lehetett látni az elmúlt hetekben, hogy Oroszország egy újabb offenzívát készít elő, csak hogy az időjárás gyakorlatilag nem engedte, hogy ez megtörténjen. De ezek az emberek ott vannak a fronton, és ezt a mennyiségi fölényt mondjuk, és a tüzérségnek a fölény, mert a tüzérségi fölényről beszélhetünk abszolút, orosz oldalra, abszolút. És ezt a fölényt gyakorlatilag 8 hónap leforgása alatt abban tudták eredményre juttatni, hogy elfoglaltak egy várost. És közben még csak ki kellett üríteni Herszont, és vissza kellett vonalni a Dnyepernek a nyugati partjáról. Tehát én nem tudom, hogy milyen igen, ezek hadászati vereségek, a herszoni kivonulás és a harkivi front feladása. Tehát stratégiai vereséget még nem szenvedett Oroszország. Miközben még egyszer említsük meg, hogy szemben áll lényegében az egész NATO-val, vagy az egész nyugati világgal. Tehát, hogy milyen sikereket ért el? Mégiscsak Ukrajna ötödét uralja, tehát növelte is a megszállt területeket. Ugye már nem 14,5%-a az orosz. Ugye a csúcsponton 20 alatt, van most már, igen. 14,5% most. Miközben éppen offenzívában van, tehát
Szoledárt is mondhatjuk, hogy Szoledár az nem fontos. Persze, erről beszélek, az idézet is erről szólt, hogy akkor, amikor elfoglalnak az oroszok egy várost, akkor az hirtelen nem fontossá válik. Akkor nem értem, hogy miért kellett itt hónapokig véteni, 7-8 hónapja tart Szoledár körül a nem az ostrom, de a szembenállás. Minden ennek a végső szakasza. Az ukránok. Tehát nem csak Szoledárt védték, tehát ők van, tehát több lépcsőben képített védelmi vonal van. Akkor szintén nem fontos lesz, és ott is legalább 30 ezer. Ha Kramatorszkot sikerül bevenni az oroszoknak, amitől nagyon messze vannak, és azért fontos. Teljesen egyetértek, azért fontos Szoledár, azért fontos Bakhmut, mert ezek a lépcsőfokok. Csak, hogy a nézők értsék, Szoledárt elfoglalta az orosz hadsereg, ez nincs messze Bakhmuttól. 7 kilométerre van, tehát gyakorlatilag Bakhmutnak a kővárosának, északkeleti. De a stratégiai nagyváros az még innen távolabb van. A jelenlegi ukrán első védelmi vonala, Bakhmut térsége, azt próbálják az oroszok ugye most már augusztus óta, vagy még tovább áttörni, ugye ez egyelőre nem sikerült. Egyébként augusztusban az volt a hír, hogy ugye Vuhledárnak az elfoglalása az lehetővé teszi, hogy Bakhmutot elfoglalják, ugye azóta sem. Ugye az a város pedig Bakhmuttól dél-nyugatra fekszik, és ugye az volt a koncepció, hogy majd az oroszok beveszik ezeket a külvárosokat, és gyakorlatilag harapófogóba fogják a Bakhmut városát. De hát ugye ezt még, és egyébként el tudom képzelni, hogy eljön az a pillanat is, amikor az ukránok arra kényszerülnek, hogy feladják Bakhmut városát, és akkor az oroszok áttörik az első ukrán védelmi vonalat, de hát kérem már, most már lassan a háború első événél tartunk, és ha ez az orosz eredmény, hogy gyakorlatilag Donyecktől, ugye a Donyeck városa 2022 előtt is orosz kontroll alatt állt, Donyeck városa mintegy 50-60 kilométerre van Bakhmuttól. Tehát, hogyha ez az orosz eredmény, hogy nagy katonai áldozatok árán, veszteségek árán 50 kilométert haladnak előre, és áttörik az első ukrán védelmi vonalat, hát én azt gondolom, hogy ez nem akkora nagy eredmény. Innen folytatjuk mindjárt a második résszel. Szerintem elég sok felé kalandoztunk, ami részben az én hibám is, de Nógrádi Györgyöt is felelősségre kéne vonni. Eddig háromszor kaptam kritikát, melyek a Genfi bíróságra. Továbbra is a háborúról beszélgetünk, de még mielőtt ezt mi megtennénk, jön az első idézet az adásban, talán egy kicsit későn, de az ukrán elnöktől, Volodymyr Zelenszkijtől hallanak egy pár gondolatot. Örökké emlékezni fogunk mindazokra, akiknek az életét kioltotta az orosz terror. A világnak meg kell állítani a gonoszt. Mindenkit megtalálunk, aki részt vett ebben a terror cselekményben. Mindenkit felelősségre vonunk, a lehető legmesszebb menőkig. Nyilván erős mondatok, de ebben a helyzetben nem is lehet mást várni az ukrán elnöktől, ugyanakkor talán ez egyfajta nyomásgyakorlás is a nyugatra, hogy segítsenek a háború megfordításában. Itt már beszéltünk az első részben is kicsit kapkodva arról, hogy milyen fegyvereket kap Ukrajna, meddig fog a nyugat elmenni a támogatásában Ukrajnának, mert ez egy nagyon fontos kérdés, és hogy ez hogyan hathat a háború folytatására, ugye Szoledár, Bakhmut környéki helyzetet azt kitárgyaltuk, de mégis így önök hogy látják, hogy milyen fegyverek érkezhetnek még, meddig merészkedik a nyugat, és ez milyen hatással lehet arra, amit egyébként várnak, ugye Stoltenberg is nyilatkozott most, hogy valószínűleg március környékén indulhat majd offenzíva. De a fegyvereket, ha nézzük, akkor igen, folyamatosan szintet lép a fegyverszállítás, tehát, de azért azt látni kell, hogy az első időszakban a úgynevezett szovjet vagy posztszovjet fegyvereket adták át Ukrajnának, utána a legrégebbi fegyvereket, tehát a csodafegyverként beharangozott Leopard 2 és 40 éves konstrukció, tehát nem a legújabb Leopard, azért azt jegyezzük meg, a Challenger 2-nek is, tehát hogy mondjam, tehát nem, az sem a legújabb Challenger változat, tehát mindenből a régebbit adják át először. Tehát ott tartunk, és nagyon kis számban. 30 évvel
fiatalabbak legyenek, mint az orosz. És most jön a másik, tehát hogy ne felejtsük el, a lengyelek 14 leopárdot akarnak átadni, ehhez még hogyha mindenki hozzájárul, akkor lesz 50, akkor a Bradley-ből például 50. Zászló annyit, igen. Igen, tehát miközben... Bradley, a Bradley páncélozott gyalogsági harcjármű, itt azért zárójelben megjegyezném, hogy a médiában ezeket mind harckocsiként adják el, tehát ez nem igaz. A másik pedig az, hogy abból, amit 50-et adnak, abból a ukrán vezérkari főnök szerint kéne 500, abból, ami még meg se jött, tehát még egyáltalán is, mert a harckocsikat azokról szó van, abból, ugye 14-ről van szó egyelőre, abból kellene 300 Zaluzsnyi szerint. Tehát ez a mennyiség, a jelenlegi trendek mellett ez a nyugati segítség, ami óriási segítség, de nem elég többre, mint a háború elhúzására. Ezzel a mennyiséggel, ezzel a minőséggel nem lehet megfordítani véleményem szerint a háborút. Csak csendben teszem hozzá, hogy a lengyelek átadták az összes legmodernebb tűzvezető rendszerrel és NATO rendszerekkel korszerűsítették 72-eseiket. Félig modernizálva. Hát azért jobbak, mint az orosz eszközök. Tehát mennyire az oroszok nem félnek, nem, az oroszok, jobb, mint az orosz nem, eszköz. Az oroszok nem félnek. Mennyire hozzá egyensúlyoz a nyugat a fegyverszállításoknál? Tehát mennyire szól arról tehát, hogy ez a történet, hogy nem akarnak olyan eszközöket, amivel az ukránok jelentős támadást tudnának végrehajtani. A HIMARS rendszerhez, ami gyakorlatilag ugye egy nagyon fontos eszköz az ukránok kezében, mert az oroszoknak is van a lőtávban, csak a Smerch-ben nincs chip. Tehát az oroszoknak nincs olyan mennyiségű chipük raktár, hogy mindegyes rakéta irányított legyen. Tehát a Smerch-sel az oroszok úgy lőnek, hogy oda lövünk rengeteget, mert a Smerch rakéta nagyjából egy 300x300 méteres négyzetbe talál be. A HIMARS ezt tudja 5x5 méteren. Tehát az oroszok tömegtüzet lőnek, ez meg vannak a készleteik, csökken nőkészletek, ilyen mennyiségű lőszer felhasználásra ők sem készültek, hogy a Gábor is mondta, rövid háborúra készültek, sőt nem is készültek ukrán ellenállásra. Ami fontos, hogy például a HIMARS az van úgynevezett attack missile, amit például Dél-Korea is megkapott, az 300 km, sőt egyes adatok szerint 400 km lő. Az kifejezetten mélységi célpontok támadása alkalmas, azt Ukrán nem fogja megkapni. Mindenki beszél a Bayraktar drónoktól, ugye ez egy török közepes méretű drón. Ukrán nem fogja megkapni, nemhogy az amerikai Reaper-t, ami 1500 kilométerig képes csapást mérni, de annak a leegyszerűsített változatát, az úgynevezett Griegelt, amit a szárazföldi haderő nem használ, mert az is 1000 kilométerig elrepül. Tehát olyan eszközöket a nyugat nem fog átadni Ukrajnának, amivel Ukrajna nagy mélységben képes lenne csapást mérni orosz területekre. Ukrajna előállította maga, ugye milyen orosz területen, igaz, hogy ilyen sufni tuningban, de a régi Tupolev 144-es felderítő drónok nyugati technikával való megmókolásával meg tudtak lőni az Engelsz 1 meg az Engelsz 2 bázist, ahol az orosz hadászati bombázók állomásoznak. Azok a bombázók, amik gyakorlatilag 3-4 naponta ugye irányított manőverező robotrepülőgépekkel és rakétákkal szisztematikusan támadják az ukrán ezzel kritikus infrastruktúrát. Ezzel viszont elérték az ukránok azt, hogy még véletlenül se nem is lehet gondolkozni arról, hogy nagyobb hatótávolságú rakétákat kapjanak. Az Egyesült Államoknak és az Egyesült Államok vezette nyugatnak egyáltalán nem érdeke a háború eszkalálása. Tehát az érdeke az, hogy Ukrajna területén gyengítse Oroszországot, egyébként pedig elég cinikus dolog az, hogy közben Ukrajna, az ukrán hadsereg, az ukrán nép, tehát az fogy, az pusztul. És nem elég, egy mondat, bocsánat, nem elég az, hogy fegyvert szállítanak. Abból is például, hogyha 250 ezer, a legújabb amerikai csomag 250 ezer lőszerről van szó, és mondjuk a háború intenzív szakaszában 50-60 ezeret lőnek ki, akkor számoljuk ki, hogy hány napra elég. De egyébként meg ehhez élőerő is kell. Tehát az élőerő fogy mindkét oldalon. Ukrajna, véleményem szerint ukrán oldalon kisebbek, jóval kisebbek a tartalékok. Ez egyértelmű, biztos. Tehát nem lehet minél jobban elhúzódik a háború, annál inkább valószínű, hogy egyre nagyobb áron, de Oroszország le fogja gyűrni az ukrán hadsereget. Azzal nem értek egyet, amit Gábor mondott, hogy van egy ilyen narratíva, hogy a nyugat szándékosan nem küld elég fegyvert Ukrajnának, hogy ezzel tehát a harcok elhúzódjanak, és az a kivéreztesse Oroszországot. Azt nem tettem, hogy szándékosan.
De közben van egy másik narratíva is, miszerint Ukrajna már kifogyott a fegyverekből, és csak a nyugati fegyverek tartják életben, mert nincsenek szovjet fegyverek, most már teljes mértékben ugye nyugattól függ, és a nyugati fegyverektől függ. De a akkor szovjet fegyverekkel nincs lőszer. De ugye akkor el kell dönteni, hogy akkor Ukrajna hát most teljesen felszerelte a nyugat, és nyugati fegyverekkel harcol 100%-ban, vagy nem tudom, 90%-ban, vagy nem adnak nekik eleget, és nem tudnak harcolni, mert nincs mivel harcolni. Egyébként két gondolat, az egyik, hogy szerintem ugye nyugatnak apró pénz, Ukrajna. Tehát egy 200 milliárd dolláros GDP-vel rendelkező ország, egy olyan ország számára, ugye az Egyesült Államok, amely egy csak a katonai költségvetése 800 milliárd dollár egy évben, közel annyi, ez apró pénz. Ugye arról beszélünk, hogy a világ GDP-ét előállító, a világ GDP-nek a 60%-át előállító országok támogatják Ukrajnát, miközben a másik oldalon, hogy Oroszország a világ GDP-ének az 1,6%-át felel, és ezek az országok adják Ukrajnának a támogatást, mind pénzügyekben, mind ugye katonai eszközökben, és azt mondani, hogy a nyugat el fog fáradni, és nem fog elegendő támogatást adni Ukrajnának. Hát inkább azt hangzott ez, el, hogy az ukrán nép fog elfáradni. Ez most nem csak a Gábornak a nyilatkozatára. Én ezt nem mondtam. Ezt nem a Gábornak a nyilatkozatára mondom, hanem most ugye a kérdésedre válaszolok, hogy meddig tart ki a nyugati támogatás. Azt gondolom, a nyugati támogatás, hát Ukrajna a nyugat számára apró pénz, ráadásul olyan. De hiába úgymond, apró pénz, az európai raktárak már félig üresek, nem tudnak többet. Ezt felejtsük el. Megint csak ezt felejtsük. Németek nem adták meg még az engedélyt. Megfogják. Hát olyan amerikai nyomás megy rájuk, hogy meg kell, hogy adják, de meglátjuk. Kettő, ugye nincs jelenleg német védelmi miniszter, mert pár órával ezelőtt lemondott. Három. Azért én azt látom, hogy Ukrajna 24 órát nem tud meglenni nyugati anyagi támogatás nélkül, padlón vannak, nem tud bért fizetni, nem tud semmit fizetni. Ez nem változtat a lényegen, de azért jelzi azt, következő, mit mondott most a ukrán vezetés, hogy kér újabb 30 milliárd eurót az azonnal szükséges beruházásokhoz. Nekem rendkívül fura volt, hogy pár hete volt egy konferencia Berlinbe, ahol az Európai Unió kiszámolta, hogy Ukrajna eddigi összes vesztesége 450 milliárd euró. Ukránok közölték, hogy 750. Én azt mondtam, hogy a 300 milliárdot eltüntetni az egy érdekes bűvészmutatvány lesz, meglátjuk. Tehát azért itt annyit látni kell, és én onnan indultam ki, hogy túl nagy különbség a orosz és ukrán politika közt számomra nincs. Számomra mindkét fél rendkívül korrupt, rendkívül visszataszító, és van még egy problémám. Én nem látom ebből a háborúból ma a kiutat. Aki bármit javasol, azt lesöprik. Amikor Kissinger azt mondta, hogy a négy vitatott területen legyen nemzetközileg ellenőrzött népszavazás, akkor a ukrán vezetés, a Podoljákék azt mondták, hogy látszik, hogy Kissinger nem érti a nemzetközi rendszert. Na most már ő hozta létre a nemzetközi rendszer alapjait a 70-es években, az akkorit. Nekem ezek nagyon furcsa mondatok. Tehát én a ukrán vezetés részéről ma azt látom, hogy amit mondanak, az butaság. Putyint megszüntetni, Oroszországtól mindent visszavenni, beleértve a Krímet, ez ma lehetetlen. Hát ugye a Krímre vonatkozó nyilatkozatokra gyorsan gondolat, hiszen nyilván a háború mindenképpen tárgyalasztal mögött fog véget érni, abban azt hiszem egyetérthetünk, hiszen mikor? Minden háború tárgyalasztal mögött ér véget. Nyilván a felek minél jobb helyzetbe próbálják hozni magukat, mielőtt ez megtörténik, és minél jobb feltételeket szeretnének maguknak elnyerni. Tehát az, hogy Ukrajna mondjuk a Krím-félszigetnek a visszahódítását helyezi az egyik központi témává, ez nem önmagában nem jelenti azt, hogy vissza is fogják fogalni ezt a félszigetet, hanem lehet, hogy a tárgyalási alapot fogja jelenteni ugye a majdani tárgyalások. Tehát ezt szerintem abszolút helyén kell kezelni, és látom, hogy már fogy a... Közben nekem is lenne megérzésem, hogy Ukrajna kifogy a lőszerből. Volt a Varsói Szerződés tagállamai közül nagyon komoly exportpiacot megtartani, igyekezvén a csehek, a szlovákok, a lengyelek, meg a románok megtartották a régi lőszergyáraikat. 3 órás műszakban dolgoznak. Vajon hova termelik a lőszert? Tehát folyamatosan megy a régi orosz fegyverrendszerekhez is a lőszer, plusz egyébként az ellátmányról van szó, mondjuk decemberi, láttam, hogy összegyűjteményt, az oroszoktól több fegyvert zsákmányoltak az ukránok december elejéig bezárólag, mint amennyit a nyugatiak addig leszállítottak. Egy mondat, eszkaláció megy tovább, sajnos szó sincs a rendezésről. Tehát most az ukránokról volt elsősorban szó, de picit fogunk Oroszországról is beszélni, mert nyilván ott is változik a helyzet, akár belpolitikai értelemben is. Most jöjjön egy volt parlamenti képviselő nyilatkozata.
Vlagyimir Putyin nem éri meg a következő születésnapját, még október előtt megölik a Kreml belső körei. Az orosz támogatás meggyengülése és a háborús bűnök miatti esetleges felelősségre vonástól való félelem vezethet oda, hogy Putyin szűkebb környezete az elnök életére tör. Nagyon erős feltételezés, de szerintem azt kiválóan mutatja, hogy azért Oroszországon belül is történhetnek váratlan események, és hogy ott sem minden fenékig tejfel már, hogyha valaki állította. Egyébként Ilja Ponomárjevet, akitől az idézet van, nagyon jól ismerem, tehát most mi hosszú ideje már Ukrajnában él, hát őtőle ezek a mondatok minden héten kétszer elhangzanak, vagy az ilyen jellegű mondatok, tehát nem lengyeleket idézek, akik azt mondták, nemrégiben volt a volt parlamenti képviselőknek egyfajta ilyen kongresszus a Varsó mellett, ők mondták, hogy mennyire lehet komolyan venni Ponomárjevéket, mert hogy nincsen súlyuk, meg minden, csak dumálnak, tehát idézem lengyelek. Tehát viszont a magára a kérdésre, tehát igen, ez vágyvezérelt. Azt szeretné mindenki a nyugati oldalon, az ukrán oldalon, az emigráns orosz oldalon, mert ez arról van szó, hogyha a Putyinnal valami történne, mert egyébként Putyin támogatottsága továbbra is erős. Tehát ez lehet bólogatni, hát nézzük meg, hát egyáltalán tudjuk. Nincs pucshangulat. Egy olyan országban, ahol mindent én irányítok, aki valahol valaki nyilatkozik az elnök ellen, kiesik az ablakon, ott nagyon nehéz megmondani, hogy mi, valószínűleg a lakosság egy jelentős része támogatja Putyin, de hogy nem teljes egésze, amikor bejelentette a részleges mozgósítást, azért közel 1 millió orosz férfi úgy döntött, hogy ő azért annyira nem támogatja az elnököt, hogy meg is halljon érte. Oroszországból, Ukrajnából egyaránt elkezdtek menekülni, akinek lehetősége volt. A hivatalos ukrán határőr adatok szerint 12 000 ukrán férfit fogtak el a zöld határon, mert megpróbált menekülni. Akinek volt pénze, átment olyan országból, nincs vízumkényszer, stb. Következő. Hát naponta olvasom a brit hírszerzés adatait. Az összes nyugdíjas tábornok közli, hogy Putyinnak napjai, hetei vannak hátra. Könnyű neki, 15 éven nyugdíjban van, azt mond, amit akar. Nekem rendkívül érdekes volt, hogy az amerikai külügynek volt kb. 6 hete egy nyilatkozata, hogy ne utasítsunk ki Kanada, Nagy-Británia, USA több orosz diplomatát, mert ők is kiutasítják a mi diplomatáinkat és hírszerzőinket. Na most nyilván Putyinnal történhet valami, a kérdésem, aki utána jön, jobb lesz? Nem pont. Biztos. Csak összebb lehet, és az orosz társadalom hangulatára egy adat. A Levada központnak a legutóbbi decemberi felmérése, tudni kell a Levada központról, hogy a Kreml által külföldi ügynöknek bélyegzett, tehát nem Kremlpárti még véletlenül sem. Az orosz társadalom többsége, döntő többsége 55-60% körül, az elmúlt évet, az én is nagyon meglepődtem, közepesen nehéz évnek értékelte. Tehát a 90-es évek eleje, 2018, a 98-as válság, de 2015 is jóval nehezebb az orosz társadalom többségének emlékezetében. Most itt azért adódik a kérdés, hogy akkor mikor lesz ebben változás? Mert Oroszország szempontjából, Putyin szempontjából bent, belpolitikailag ez a legfontosabb. Szerintem nagyon nem jó irány azt fejtegetni, hogy Vlagyimir Putyin mi fog történni. Ugye korábban voltak fejtegetések, hogy milyen betegsége van, nem tudjuk, ki fogja eltávolítani a hatalomból, pucskísérlet, nem tudjuk. Ez nagyon hirtelen is véget érhet, mármint Putyin hatalma. Láttunk ilyen példákat. Ebbe kevésbé hiszek, de Putyin, ugye láttunk ilyen példákat az orosz történelemben, senki nem gondolta, hogy cár is lemond egyszer csak, vagy hogy egy bolsevik fordulat következik be, tehát könnyen lehet, hogy valamilyen fordulat következik be, véget, de nem volt. Tudjuk felesleges erről vitázni. A valószínű forgatókönyv, hogy amit tudunk, jelenleg ugye a héják vannak többségben az orosz politikában, ugye Vlagyimir Putyin mellett ilyen mondjuk Medvegyev, ugye volt elnök, ilyen például Ramzan Kadirov, Prigozsin, ugye a Wagner csoportnak a vezetője, vagy Zolotov, vagy lehet mondani még ilyen figurákat. Ők vannak többség, ők irányítják most a döntéshozatali láncot. Ám de meddig
tart ki ez a fajta fölény, hatalmi fölény az orosz, jelenlegi orosz politika elitek körében, hogyha nem érkeznek eredmények a fronton. Tehát ha feltesszük, hogy most eltelt egy év, közel egy év a háború óta, az elején voltak sikerek, azóta sikerekről nem tudunk, hogyha ez a fajta kudarc sorozat, vagy sikereknek a hiánya folytatódik hónapokon keresztül, akkor vajon ezek a héják az orosz döntéshozatali láncban meddig tudják megtartani a hatalmakat? És mikor jön el az a pont, amikor a lakosság, amikor a, nem tudom, az üzleti elitek azt mondják, hogy oligarcha csoportok harcát látjuk most is. Nem az a fő kérdése tekintetben, hogy meddig érzékelik úgy az orosz lakosok, hogy közepesen nehéz év volt? Mert mondjuk a 2023-ról azt fogják gondolni, hogy írtózatosan nehéz év volt, akkor változtatjuk. Az orosz lakosság fogja leváltani. Az orosz lakosság az a baj történt folyamán megtanult szenvedni. Tehát az orosz akkor lakosság az... Az elitek. Az viszont egyáltalán nem számít, ugye, hogy 47 milliárd dollár volt a költségvetési hiánya 2022-ben Oroszországnak, ez története második legnagyobb hiánya úgy, hogy mondjuk az év elejé, meg az előző években megszokott energiaárakhoz képest igen magas áron tudta értékesíteni az olajat és ez a gázt, most viszont könnyen lehet, hogy lényegesen alacsonyabban fogja. Viszont ez egy borzasztó jó adat annak fényében, hogy persze nem tudjuk pontosan mennyi, de azt számolgatták, hogy csak a háborúnak a katonai része napi szinten 500 millió dollárba kerül. Minimum. Tehát, hogy gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy 330 napja megy, könnyű kiszámolni, az normál költségvetésen felül csak a háború került 115 milliárd dollárba. Tehát ott is nagyon komoly nadrágszímek húzás volt. Tehát az orosz költségvetés egyébként egész jól teljesített. Itt a probléma az orosz szempontból, hogy a prémium piacait veszítette el Moszkva. Nem véletlen, hogy egy szemközgazdás sem támogatta ezt a háborút. A közgazdászok... illetőleg a rendszeren belüli gazdasági elit, az a békepárt, ami most éppen nem hallatszik, nem látszik. Egyébként akkor még egy számot, ha már itt dobálózzunk a számokkal, akkor a szankcióknak a hatását az említett felmérés szerint a társadalomnak a 80%-a nem érezte. Tehát mert ennyit az elégedetlenség volt. Tehát, hogy az ő élet címvonal... Mikor jártál Moszkvában vagy Oroszországban? Nem Moszkváról beszélünk. Oroszországban. Nem Moszkváról beszélünk. Tehát az orosz lakosság... Azért nem kell így lesajnálni, hogy azért, mert ő nem fogyaszt, dehogy nem fogyaszt. A globalizáció ugyanúgy elérte Oroszországot. Az orosz vidék úgy él, mint a magyar vidék, tehát mint Nyíregyháza, tehát nem kell ennyi... Ebben egyetértek veled, mert valóban a szankciók hatását eddig ugye nem érezték meg, hiszen amiben ugye megérezhették volna, azok mondjuk a mindennapi termékek és szolgáltatásoknak az elérhetősége, az továbbra is megmaradt. Mindent meg lehet venni, csak ugye magasabb áron. Ugye az, hogy a gazdasági teljesítmény hogyan tükröződik az életszínvonalokon, ezt nem most fogják megérezni. Ugye az idézet tőlem származott, hogy ez egy lassú elvérzés, tehát ezt valószínűleg évekkel később fokozatosan romló gazdasági viszonyokat fognak érezni. Ez nem egyik pillanatra a másikra, nem néhány hónap leforgása alatt érvényes. De az infláció alacsonyabb, mint Magyarországon, teszem hozzá. Két megjegyzés. Az infláció Európában szinte mindenhol alacsonyabb, mint két megjegyzés, akkor egy. Ebbe a háborúba elvérzik Európa. És a kérdés az, hogy ezt Európa meddig bírja, és Európa térvesztése az USA-val szemben csak növekszik. Kettő. Én onnan indítottam, és onnan indult a műsor, hogy én nem látok nagy különbséget a két fél között. Most is ezt mondom. Itt elhangzott a orosz felmérés, elnézést. Mit csináltak ukránok? Most fölmérték a lakosság háborúpártiságát is. Kihozták, hogy a lakosság 86%-a háború mellett áll. Ebből egy kuk nem igaz, de ki mer ma egy hivatalos ukrán állásfoglalással szembe menni? De miért gondolja, hogy van egy másik adat, ami ezt cáfolja, ezt az adatot? Nem adott, de az utcán szedik össze már a... Ezek reprezentatív kutatások. Igen, tehát, azért egy lényeges különbséget hagy emeljek ki. Igen. Mégpedig azt ugye, hogy nyilván az ukránok a saját hazájukat védik, tehát ez ilyen szempontból magasabb lett az elkötelezettség. De Nógrádi úr most nagyon jó irányba... Na végre egyszer kapok ezek után emelt fővel megyek azzal, ki. Azzal, hogy ugye... Arról beszélt, hogy Európa mekkora vesztese Igen. ennek a háborúnak, és akkor most jön egy idézet, mégpedig a magyar miniszterelnöktől. Az európai emberek kárvallottjai ennek az elhibázott szankciós politikának, és kárvallottjai a háborúnak. Az biztos, hogy Amerika nyer a háborún,
az biztos, hogy Európa veszít a háborún, az oroszok felől meg vita van, hogy most nyernek vagy veszítenek a dolgon, de olyan nagyon nem veszítenek rajta, már hogyha pénzről beszélünk, mert emberéleteket vesztenek, és az minden pénznél fontosabb, de összességében gazdaságilag biztosan mondható, hogy az egyedüli, de legalább az mondható, hogy legnagyobb vesztese ennek az egész konfliktusnak, ami létrejött, az Európa. Abszolút egyetértek, hiszen az európai modell, nem csak a második világháború óta, de mondjuk a Szovjetunió felbomlása óta arra épült, hogy békében, prosperálva, egymással kereskedve élünk, nincs szükség hadiparra, katonai fejlesztésekre, fölösleges, hát majd kereskedünk egymással, és mindenki boldog lesz. Ez a modell dőlt meg, tehát Európa mindenképpen vesztes. De ugye, nem az USA döntött. De Oroszország döntötte meg. Tett érte, és egyébként nagyon fontos az, hogy ha két társadalmat, az európai társadalmakat és az orosz társadalmat összehasonlítjuk, hogy az európaiaknak kisebb az ütésállósága, éppen amiatt, amit Anton említett. Na jó, de hát nem is kaptak akkor ütéseket. Tehát az... Hát, az előbb azt mondtad, hogy igen. Nem. Az európai társadalmakról beszélünk. Elnézést, hogy Európa megengedhette volna saját magának azt, hogy végignézze, hogy Oroszország azt csinál Ukrajnával, amit akar? A kérdés az, hogy Európa megengedhette magának, hogy az elmúlt évtizedekben nem globális játékos. A helyi háborúkba akkor folyt bele, ha a saját gyarmatait védték, lásd franciák. Tehát máshogy fogalmazza, ez egy szörnyű nehéz dolog. Volt egyszer egy Henry Kissinger, aki... De ez Európa határainál történik, Európában történik. Ez Európa határaitól kicsit... Európa második legnagyobb országában történik. Így van, csak ez az ország nem tagja se a NATO-nak, se az Európai Uniónak. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, belemehetünk, de tessék mondani, akkor mibe különbözik ez Észak-Afrikától, amely szintén Európa határainál van. Tehát nagyon nehéz ez az egész játék. És még egy, a német egység pillanatában leszereltek, mert az volt a véleményük, hogy Németország mostantól a céljait gazdasági eszközökkel éri el. Németország nem volt hajlandó teljesíteni a NATO 2%-os elérását. Most 100 milliárd eurót katonai kiadásra visz, és ebbe döntően amerikai fegyvereket vesz. Tehát új helyzet van, és úgy vissza. Kissinger egyszer azt mondta, hogy tessék mondani, kit kell fölhívnám, ha Európával akarok beszélni. Ez ma is igaz. Az európai politika, az európai út sok tekintetben megbukott most. Tehát az, hogy nem költöttek a haderőre... De az európai politikusok miatt, hanem azért, mert volt egy agresszív hatalom, ami még mindig a birodalmi koncepcióban gondolkodik. És még hozzá tehetem ehhez azt, hogy az Egyesült Államoknak is érdeke volt, és mindent megtett azért, hogy ne csak Oroszország, hanem Németország vezette, Európa is gyengüljön, de most, igen. Ez most egy nagyon jól hangzó összeesküvés elmélet. Nem összeesküvés elmélet. Ki az USA fő ellenfele? Kína. Kína ellen? Bocsi, mióta? Szükség. 11 óta. Nem. 11 óta. Soha nem mondták ki. Hát én olvasom naponta az amerikai nyilatkozatokat. Mindig benne volt, hogy Kína, Oroszország. Kell olvasni, Gyuri bácsi. Mit? Ha? A stratégiai dokumentumokat. Tehát az amerikai stratégiai dokumentumokban Kína többször szerepel, mint Oroszország. Az eurázsiai térség megosztása mindkét pólusának gyengítése. Tehát Németországot nem magasra engedni, Oroszországot... Németország nem is akar magasra menni, ebből a szempontból konform. Egy dolgot említek, ugye Obama idején Európának... a Restart, amikor ugye újraindították a kapcsolatokat Oroszországgal, pont arra épült, hogy akkor mégiscsak meg kellene egyezni Oroszországgal, és hova? Kínára koncentrálni. Igen, viszont a kérdésem mégiscsak, tehát hogy Európának reagálni kellett arra, ami történik a perifériáján. Az, hogy bizonyos szférákban, például az energetikai szférában túlreagálta a dolgot, ez a probléma véleményem szerint. Na hát ennyi fért az adásunkba. Férhetett volna több is. Nagy sóhajok a két oldalon, mert hogy ez egy kimeríthetetlen téma, pedig jobb lenne, hogyha egyáltalán nem kéne róla beszélnünk. Egy hét múlva megint jövünk a csattal. Viszontlátásra!